Már beszéltünk az egyik legnépszerűbb, harmadik kategóriás gyomirtószer hatóanyagról, a glifozátról. Elmondtuk, hogy kettős hatásmóddal működik, attól függően, hogy nyár közepéig szórjuk-e ki, akkor totális gyomirtó hatást érünk el vele, míg ősz felé a tápanyag áramlással párhuzamosan a gyöktörzsekben, tarackokban is ki tudja fejteni a hatását. Tehát ekkor már tarackölésre is használhatjuk. Most egy egyszerű kísérletet állítunk be, amelynek során lepermetezünk egy tipikusnak mondható gyomos gyepfelületet, és ezt egy kamerával rögzítjük 10 napon keresztül 20 percenkénti felvételkészítéssel. Szerencsés helyzetben vagyok, nem kell elkészítenem vödörben a 1,5%-os gyomirtószer permetlét, mert van egy készkiszerelésű készítmény, amelyben már el van készítve a permetlé. Tehát nem kell hozzányúlnom. Ezzel fogjuk lepermetezni a kijelölt területet. A termék érdekessége, hogy a szórófej átállításával, spriccelő módban, illetve habosított formában is kiütathatjuk a hatóanyagot. Tehát én most az érdekesebb habos formával fogok dolgozni, így jobban lehet látni, hogy hova került ki a szer.